Na, drágáim, a helyzet a következő. Baromira unom, sokat szorra, vesszük elő a párkapcsolatokat, és tényleg nem tudom, hogy mit tegyek, hogy eljusson az átlagemberhez a következő. Valóban, mi asztrológusok háromféle párkapcsolatot tudunk rendszerint első ránézésre megkülönböztetni, aztán vannak olyanok, amiket mégsem, bármennyire is szeretnénk. Tehát gyakorlatilag valóban van ez a lélektestvér, duálpár, ikerláng, típusú kapcsolat halmaz, fogalmazunk így, amiből is a legritkább az ikerláng, és ne akarjatok ikerláng lenni, mert a legnehezebb, legpocsékabb, leglélekőbb, legszörnyűbb kapcsolatról van szó, illetve nagyjából az igazán lángoló szerelmi kapcsolatoknak talán a 80-90%-a az duálpár. Tehát akiben most élsz, vagy akiben szerelmes, vagy ez valószínűleg a dual párod rengeteg lehet, tehát akár 10-15 is egy élet során, míg ikerlángból általában egy van. És lélektestvér is lehet számtalan mennyiség, hiszen a lelkek csapatokban mozognak, tehát csoportokba szerveződnek, és általában egyszerre inkarnálódnak. Tehát a lélektestvér az egy nagyon nyugodt, nagyon szeretetteljes, szeretett közösség, lélekközösségi kapcsolat, ahol nagyon-nagyon jó lehet gyerekeket nevelni, közösen fejlődni, együttműködni, családot alapítani, közös ingatlant, ingatlant, közös vagyont, közös akármit teremteni. Tehát az a legalkalmasabb arra, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, picit unalmas, kétségtelen, egy picit, hogy mondjam nektek, talán egy idő után kiveszik belőle a tűz, ezért van az, hogy sajnos ezek is el tudnak rontódni, de ez a három kapcsolat neked, átlagembernek az ég adta világon semmit nem mond. Elképesztő, hogy az elmúlt 2 hétben 15-20 telefont kap. Telefont, e-mailt, messenger üzenetet, most mondom nektek, hogy hiába kerestek messengeren, mert nincs messenger a telefonomon, mert a telefon telefonálásra használok kizárólag, semmi másra. Teljesen felesleges, pörgetnetek ezt a témát, könyörgöm. Még egyszer elmondom, ez az asztrológusoknak mond, vagy ad bizonyos információt, hogy hol lehet a probléma a kapcsolatban. Tehát, hogyha én tudom, hogy ez egy ikerlán kapcsolat, akkor azt is tudom, hogy nagyon őszinték, de meg fogják ölni egymást egy kanál vízben, és muszáj, hogy egyfajta emberismeret és tapasztalat, élettapasztalat legyen mögöttük, hogy egyáltalán elviseljék egymást, mert fiatalkorban ez csak nem lehetetlen. Ugyanígy, ha azt látom, hogy ez egy valószínűleg egy lélektestvéri kapcsolat, és 20-30 éve együtt vannak, és most befutcsolt, akkor tudom, hogy ez azért van, mert dögunalom már fulladt az egész, nem raktak bele tüzet, nem raktak bele érdekességet, nem mentek el közösen nyaralni, a gyerekeknek, az unokáknak élnek, és ez be tud dögleni. És akkor az ember vágyik arra, hogy újra szeressék, meg vágyik arra, hogy újra, hogy mondjam, ott legyen az a tűz, ugye, nemrég raktuk ki pont, azt hiszem, tegnap Zolival ezt a Versusnak azt a sorozatát, ami a szerelemről, a szeretetről és a vágyról szól, és azt gondolom, hogy elég jól elmagyaráztuk a különbséget a három közül, és mind a háromra szüksége van az embernek, hiszen a vágy az, ami beindít bármilyen folyamatot, ugye a teremtésnél is ott van, tehát minden a vágyjal kezdődött, ezt szoktam mondani, nem véletlen, hogy a kossal és a marssal indítjuk az évkört, mármint az asztrológiai évkört, de ugyanígy szükségünk van a szerelemre, arra a bizonyos lángoló, nyálcsolgató, idióta kretén érzése, amitől megszépülünk, ami felröpít bennünket a magasabb dimenziókba itt a Földön, amitől el tudjuk felejteni a hétköznapoknak a nyűgét és nyilait, hogy Arany Jánost, illetve Hamletet idézem, és szükségünk van szeretetre is, mert ez az állandó, tápláló, folyamatos, bátorító és erőt adó minőség, az a szeretetből jön, nem a vágyból és nem a szerelemből. De ezen kívül tök mindegy, hogy milyen a kapcsolatot, értsd már meg, teljesen mindegy, hogy milyen címkét ragasztunk rá, nem az a lényeg. A lényeg az, hogy te hogyan érzed magad benne, és ugye még egyszer elmondom, hogy 2 darab kérdést kell föltenned. 1. Szereted még? 2. Tiszteled is még? Ezekre az előző videóban megtaláljátok a válaszokat, hogy ezek mit jelentenek. Próbáljatok lehiggadni, próbáljátok nem kutatni, milyen jellegű a kapcsolatotok, mert tök mindegy, még egyszer mondom, hanem az a fontos, hogy szereted-e és tiszteled-e még a párodat. Mert ha igen, akkor aztán abszolút jöhet neked a hülye asztrológus, és mondhatja, hogy ez itt egy ilyen vagy olyan kapcsolat,
Tök mindegy, nem érsz vele semmit. Úgyhogy, ha meg már elromlott, akkor léci, fogd a batyudat, sétálj el, mert nem szenvedésre születtünk, nem azért születtünk, hogy szarul érezzük magunkat ebben a földi síkon, hanem a lehetőség szerint nagyon jól, és ezt próbáljátok megérteni, és kérlek szépen, ne bombázzatok engem hülye kérdésekkel, mert nem fogok tudni rá válaszolni. Ráadásul nem is lényeges. Jó? Köszi! Nagyon szépen köszönöm, hogy ismételten meghallgattatok. Remélem, hogy ezt a témát, ezt most lekerekítettük egy kis időre, mert esküszöm, hogy nem veszem elő még egyszer, tehát most ezt tényleg azért mondtam el, ugyan azt mondta az egyik nagyon kedves tanítványom a hétfői csoportban, hogy minek? Mondtam, hogy most tényleg elgurult nálam is a gyógyszer, és most elmondom nektek sokat szorra, hogy miért érdektelen ez az egész kérdés. Azt mondja, minek? Az okosok úgy is értenek, a hülyék meg úgyse fognak. Na most meg próbáltam ezt a kísérletet, remélem, hogy mindenki az első, tehát az okos kategóriába tartozik, és végre megértette, hogy tök mindegy, hogy milyen jellegű a kapcsolatod. A lényeg az, hogy szeresd és tiszteld. Ez a kulcs. Sziasztok! Köszönöm szépen, hogy sokat szorra meghallgattatok. Csá!